Egyszer volt. Hol nem volt. Volt egyszer egy MTCraft. És ez az MTCraft nekiállt csinálni egy OnlyFans fiókot. És ezen az OnlyFans fiókon minden volt. Minden, de ténylegesen minden. Minecraft-tól kezdve Minecrafton át Minecraftig. Az emberek erre annyit mondtak, MTCraft, MTCraft, áldj meg minket egy Dick Reveal-lel! De MTCraft erre annyit mondott, úgy böfögött, és a végén egy nagyot böfögött. Mondta, hogy nem. Mi földünkön nem lesz ívféle Dick Reveal! Itt csak quality Minecraft content lesz. S lásd, mától máig quality Minecraft contentet gyárt MTCraft az OnlyFansra. És így kezdődött el a Minecraft Survival története. Hogy MTCraft nem akart Dick Reveal-t az OnlyFansra. Szép történet szerintem. Na, valakit érdekelne, ilyen nagyon csodás izét hoztam magamnak. Utálom az életemet. Kijöttem az életed is utál téged. Mond? Meg akartam mutatni a kamerának, hogy hoztam műzlit. És bazzak, kijöttöttem az egészet. Ne rá! De igen! Nem lehetsz ilyen b***! De vagyok. Ezt hogy b***? Úgyhogy néztem, hogy fókuszban van, nem? Ahelyett, hogy izét néztem volna. És már te mit fogunk ma csinálni? Emet csodálat filmsorozatban. Ebben a csodás filmsorozatban egy csodás Minecraft homeset fogunk építeni. Hadarida, kékne. Hagyja megyek aludni, mert nekem meg kaja kéne. Ha én gazdag volnék, akkor lenne a hadarir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 
Hát igaz, nem vagyok üregasszon, de az nem szállja ki azt a lehetőséget, hogy gyors vonat se. Nézze veled, hogy k*** lesz ez a rész is valamiért. Csak futni nem tudok, mert mozgássérült vagyok. Gyere már p***, aludjál már, én vagyok az anyád. Vagy az apád. Előtte elmondom gyermekeim. Hát, mi baj van? Kus, milyen baj van? Megölted Marinit, mi? Gyere, nézd meg a bal. Te is csak egy ilyen b***sz lenni, gyere már. Elcsesztem. Marinit muszáj volt ide bezárjuk, mert szegény innen kiugrott, és csak utólag vettük vissza, hogy úristen, eltűnt Marini. Na, szóval gyerekek, hogyha már végre normálisan el tudom mondani. Na, szóval kedves barátaim, ide fogunk építeni egy ilyen nagyon csodás házat. Na, úgyhogy Simát megkérjük, hogy ezt itt fejezze be, és addig elkezdjük szedni az alapanyagokat, és én elkezdem építeni a házikót, úgyhogy let's start! Tudod a székelyek, hogy mondják azt, hogy csúf? Csemer! Csemer vagy te b***. De tudtam, hogy erre fogja visszafordítani. Valahogy éreztem. Nem csak b***. Andezit is kéne. Ó, Istenem, na. És itt még nem éreztem azt a fájdalmat, ami a következő 4 órában velem fog tartani.
nyersanyag pótlás után ismét neki fogtam építkezni. Történelmi pillanat következik, hölgyeim és uraim, meg fogok dögleni, vagy nem. Ezen a csillogó csodán át fogunk menni, amint Soma bácsi hazaér a csodás mintén stíljével, mert... Megfújtom a házat! Amúgy eddig egész szépen alakul. Ott azok a kiegészítő blokkokat le lesznek szedve, a végén majd remélem szép lesz. Na lássuk, mit rejt a Nether túloldala. Egy Soma. Erőd, Soma! Ott az erőd! Hol? Ott az erőd! LOL, itt az erőd! Közel van! Nagyon jó ez a spawn, tesó! Hány csankon van neked, testvérem? Nekem 12! Én is jövök most akkor egy picit itt hangulatváltás a sok építkezés után. Hol itt síderel, ez valami jól néz ki. Soma, én bele fogok dögleni a Fold Image-be. Menjünk akkor vissza. Kiszedem ezt a kvartot, ha már itt vagyok. Nagyjából a Netherbe ennyi, igazából hazamentünk, és úgy egyeztünk, hogy majd a harmadik részben majd visszajövünk, és fölfedezzük az erődöt, meg addig egy kicsit vaskosabbak leszünk, igazából, ja, tudom, hogy nem így szokták mondani, hogy vaskos, de mindegy, nagyon cringe. Ja, és persze azt elfelejtettem mondani, hogy milyen változatos dolgot fogok csinálni. Na mit, gyerekek? Építkezni. Három óra építkezés után a ház nagyjából ilyen lett. Szerintem nem lett olyan rossz. Nem a legnagyobb ház igazából. De nem is olyan kicsi. Igazából jó. Most tudom, nem kellett volna három órát építsek egy ilyen házat, vagy kettőt igazából. A lényeg az, hogy rég építettem ilyen stílusban, meg ehhez hasonlóan, és igazából egy csomó nyersanyag se volt meg, amit azt hittem, hogy megvan. Úgyhogy azokat külön még videó alatt ki kellett szedni, úgyhogy azért telt ennyi időbe. De igazából ennyi. Szerintem jó ház lett, szép ház lett, és ja. Na hát, és így a videó végére, mivel elrontottam a csodás fészkemet, még egy annyit így el szeretnék mondani, hogy a következő videó az, ha minden igaz, és nem jön valami közben, akkor ez egy olyan videó lesz, hogy GTA-ban meg kell PvP-zünk. Tehát egy Discordos event, feljöztök GTA-ba, azt majd a részleteket majd leírom a Discord szerveren, szépen feljöztök, meg kell PvP-zzetek egymás ellen, és aki nyer, az kérlek szépen nyerni fog egy 10.000 forint értékben, úgymond idézélesen kiváltható játékot. Tehát ami azt jelenti, hogy én bármilyen Steam-es PC-s játékot megveszek neked, ami 10.000 forint keretén belül van. Úgyhogy csatlakozz be, link a leírásban, és a napokban fel fogom tenni a részleteket a szerverről, hogy pontosan hogy is lesznek a dolgok, meg hogy mi hogy lesz, hogy lesznek a PvP-zések, meg ilyenek. Úgyhogy igazából ennyi. Na, hallgassuk meg Soma kiköszönését ismét. No tehát akkor. Emberek, állatok, hölgyek, urak. A dombok közé leszállott a nap. A fogyatékosok búcsúzkodnak. Tinki Winki, anyád, apád, s te! Fogyatékok! Fogyatékok! Mond! Passa.